Új világrend van, és az új világrenden belül alakul egy új világgazdaság. Most már alig van olyan jegybank a világon, ahol ne gondolkodnának a digitális jegybanki pénz bevezetésén. A pénzügyi innovációk felgyorsulnak. Mi pénzforradalomról is beszélünk a jegybankban, ami mindenképpen azt jelenti, hogy az államok, az állama mindig jelenti a kormányt, az önkormányzatokat és a jegybankot. De persze egy sor más állami intézményt is. Megnő az állami jelenléte. Tehát nem a magánpénz ekkora jött el, hanem egy forradalmian átalakuló, a technológiák által forradalmasított pénzvilágban erősebb lesz az állam szerepe. Ez Kínában látható, azt gondolom, hogy nem látható, de folyik a nyugati világban is. És ahogy az állam szerepe és hatékonyabb működése is követelményé vált ebben az új korszakban, például a válságok hatására, így a pénzforradalomban is az állam érdeke, tehát a közérdeke meghatározó lesz. Azt gondolom, hogy világos mindenki előtt, hogy közösségi és platform alakú gazdaság alakul ki. Jönnek a megosztások. A sharing economy, a megosztásra alakuló gazdaság az néhány helyen úgy tűnt, hogy megtorpan, nem. A gazdasági, járványügyi, társadalmi válságok fölgyorsítják a megosztáson alapuló gazdaságot. És ez követelmény a zöld átmenet felől, a fenntartható gazdaság felől, de követelmény a fenntartható társadalom felől is. Hiszen a válság egyik társadalmi hatása, hogy bizony szétszaladtak a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek. A társadalmi egyensúly és stabilitás pedig nélkülözhetetlen bármilyen gazdasági teljesítményhez. A sharing economy, a megosztáson alapuló gazdaság egy olyan válasz a vagyon és jövedelmi különbségek szétterjedésére, ami a technológia segítségét hozza a kormányzatoknak és az államnak és a társadalomnak. Az is világos, hogy az egészséges és az egészséges életmód felértékelődik. Engedjenek meg egy személyes megjegyzést. A magyar, sikeres magyar felzárkózás, a fenntartható felzárkózás jelenleg legnagyobb akadálya a magyar társadalom egészségi állapota. De főként a felfogásunk saját egészségünkről. Tehát egy egészséges gondolkodásra, vagy az egészség központú gondolkodásra és életmódra való átállás, amit egyébként rendkívüli módon felgyorsított a járvány. Ez nélkülözhetetlen Magyarország sikeréhez. Nem egyszerűen egy olyan dolog, hogy majd egészségesebbek leszünk, meg máshogy gondolkodunk, ha gazdagok leszünk. Nem, akkor leszünk gazdagok, ha máshogy gondolkodunk az egészségünkről. Tehát egy egészen más egészségiparra van szükségünk, és az egészség felértékelésére.